a nyúl fölötti vadonatúj kilátót követően most folytassuk Sokoró dombságon a ládakeresést. Következő láda már győrúi barát környékén lesz, és remélhetőleg addig még vár ránk néhány szépséges kis kilátópont is. Úgyhogy jó szórakozást mára! Ez a Geoléptek következő epizódja. Elsőként a nyúli kilátót rejtő lila hegyel átellenes magaslaton álló, és a környéket vizuálisan uraló átjátszó állomás tövében haladunk el. De igazából már nem kell sokat tovább mennünk a piros jelzésen, hogy felbukkanjon az első bályos kilátópont Kisalfölddel, M1-es autópályával, s feltehetően a távolban már Szlovákiával. A piros sávról a kék négyzetre térve nem árt, ha figyel az ember, könnyen magánterületre lehet ugyanis keveredni. Igazából ez csak egy kilométer gyűjtő kunkor, és én is csak azért jöttem erre, mert a sokorói kilátók teljesítmény túrának erre volt kijelölve az útvonalam. De nem is bántam meg, mert először egy mély bevágáson haladtam át, hogy aztán egy ligetes domboldalban másszak vissza a domb hátára. És itt balra ismét feltűnnek a szőlők, míg jobbra, ha éppen megnyílik a dzsumbúj, győrúj barát házaira, s a mögöttes tájra lehet rálátni. Hatalmas löszfalak meg pincéket, sprésházakat rejtettek. Egy újabb dombhát, meg egy eladó telket. Mit is mondjak, nem lehet majd szarit lakni. A távolban meg a mindent uraló Pannonhalmi Szent Márton hegy látható. Hamarosan kiérünk egy aszfalt útra, és innen már nem kell sokat haladni a Felső Paperdő nevű ládához. A rejtés helyén igazából nincsen semmi különös, csak egy pihenőhely egy hatalmas fa tövében. Bár adná magát, de nem, nem ez lesz az a hatalmas fa. Néhány héttel ezelőtt, hosszú, izzasztó geotúra után át a Nevelincs hegyen és az úttörő táboron néhány kanyar és kitérő után érkeztünk erre a váratlan pontra. Számos szép helyen találkoztunk az úton, de hiába a fárasztó cipőkoptatás, már ezért az egy mérföld kőért megérte. Már a hatalmas, látványos fa elvarázsolt a kis park szeglettel, a sokorói dombok homlokán, de a levezető út panorámájába első látásra beleszerettünk. Satöbbi, satöbbi. Picike Pacika nevű rejtő leírása szerint tehát itt egy hatalmas fát kéne látnunk, és nem is olyan sokkal ezelőttig az is lehetett. Maga a rejtés júniusban született, a fa azonban a szeptembert már nem élte meg, ágait visszavágták, a földet vizsgálva nem is olyan régen, hiszen mindent faforgács lepett el. Kár érte, így már csak egy árnyékot nem adó csonk maradt belőle. A GPS jelek elsőre idehoztak, pedig a rejtés 5-10 méterrel odébb van, de teljesen logikusan megtalálható.
Látjátok, nekem is meglett. Nem egy nagy láda, ellenben egy kézzel bizony kinyithatatlan. Se baj, ezt is megoldottam. Gyíkot viszont biztos nem rakok bele, ha csak valami varázslattal össze nem tudom zsugorítani előtte. Logolás, visszacsukás, ismét csak mindkét kezemre szükség lesz. Bár kicsit szegényes a láda, bár igazából csurig van, tetszett a rejtés. Köszi, picike pacika. Egyébként tényleg jó hely ez, a padoknál lecuccolhatunk, míg keresgélünk, ha meg gyerkőccel lennénk, őt ráküldhetjük a játszótérre, így aztán semmi sem zavarhatja meg a mi játékunkat. Csak ezért a fáért kár. Mondjuk a láda oldalán látható fotó alapján már száraz volt a koronája, tehát inkább okozott baleset veszélyt, mint adott árnyat, de hát akkor is. Az iménti geoláda lényege pont az a fa lett volna, amit hát egy kicsit megcsonkítottak, illetve pont ezért a fáért hívják oda az érdeklődőket. Úgyhogy most nézzünk inkább egy kis kiládást. Méghozzá a győrúj baráti kilátóból. Ez is egy jól kiépített pihenőhely, padok, asztalok, esőbeálló, de még tűzrakó hely is található itt. A kilátás meg... Tehát mára innen a kilátó tetejéről. Köszönjük, hogy ma is megnéztétek a filmünket, találkozunk legközelebb is. Lájkoljatok és kövessetek, és sziasztok! Radioactive.